a szemedgyönyörködtető látvány a Dunakanyarban az Esztergomtól délnyugatra található Táti szigetcsoportnál tárul elénk. A három nagy és egy kisebb szigetből álló élőhely sok természeti értéket rejt. Ez a szigetcsoport olyan kevés szigetcsoportnak az egyike még a Dunán, amelyik megmaradt a folyószabályozások után. És nagyon sok olyan emberi tevékenység történt, amely megbontotta azt az egyensúlyt, ami szabályozta ennek a területnek az életét, az élővilágát. Ezért most mi egy Európai Uniós pályázat keretében közel 500 millió forintos támogatás segítségével egy vizes élőhely rehabilitációt hajtottunk végre. A Duna szeszélyes vízjárása, az árvizek rapszodikus megjelenése és gyors lefutása, ugyanakkor az aszályos időszakokban a rendkívül alacsony vízállás jelentősen megnehezítette az itt élő fajok utódainak fejlődését és életben maradását. A tavaly befejezett beruházás egyebek mellett ebben is segít a természetnek. A Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság munkatársaival felkerekedtünk, hogy szétnézzünk a védett, sokak által alig ismert területen, és megtudjuk, milyen eredményeket is hozott a vizes élőhely rehabilitáció. Bejárót építettek a szigetek megközelítésére, így tulajdonképpen az eliszaposodás következtében a szigetek közti ágak holtággá alakultak. Lassú vízállás mellett nem kaptak megfelelő vízutánpótlást, így tulajdonképpen, mint élőhely egyre jobban ledegradálódott. Idén azonban már nem okozott gondot a megfelelő vízutánpótlás, mert úgynevezett műtárgyak épültek a területen, amelyek megtartják a vizet az ágakban. A bejárás első megállója az egyik vízbeeresztőnél volt. Ezt a területet a rehabilitáció során felújították, szélesítették. Bár a felhalmozódott uszadék fák némi munkát és fejtörést okoznak a szakembereknek, de ennek a vízbeeresztőnek köszönhetően aszályos időszakban is található víz a szigetek között, valamint utóbbiak mocsárrétjein. Három helyen történt beruházás, és ez a vízpótló műtárgy került kialakításra, ahol most is állunk, a második ez a bizonyos kis mesterséges tónak a kialakítása, illetve a harmadik ez a körtöltés és az a csapantyús levezető vízszabályozó műtárgynak a kiépítése. A mesterséges tó hozzájárul a hüllő és a kétéltő fauna megőrzéséhez. Kialakítása során elsődleges szempont volt a tájba illesztése, a minél természetesebbnek ható partvonal, valamint a változó mélység. Ennek a kis tónak a legmélyebb pontja az a Duna legalacsonyabb vízállásánál is egy fél méterrel lejjebb van, ami azt jelenti, hogy még a legalacsonyabb vízálláskor is a parti kavicságyon keresztül kap vizet, tehát a legnagyobb aszályban sem szárad ki. A Körtvélyes sziget Esztergom felőli végében megépült műtárgy a Duna vizének megőrzésében segít. Ennek köszönhető az itt kialakult sekély tocsogós mocsárrét, amely fontos élőhely vízi és gázló madarak számára egyaránt. Nagy árvíz, illetve a megemelkedett vízszint mellett is ez a visszatartó műtárgy képes beengedni a Duna vizét a sziget közepére, és a visszafolyást meggátolva ez a műtárgy visszatartja, így nagyon jó élőhelyet és táplálkozóhelyet tud biztosítani a hátunk mögött látható gázlómadarak számára. 180-200 madárfaj fordul elő a sziget területén. A mocsárrét nem csak a madarak miatt fontos, különleges a növényvilága is. A mocsárrétekre, illetve a száraz szieprétek növényvilágát tartalmazza. Ezek egyik jellemző és egyik védett faja, amit előttem látunk, a réti iszallag. Ezen a virágon éppen láthatjuk az épp még virágzásban lévő réti iszallagot, illetve a később az elvilágzás után visszamaradó növény jellemző és messziről nagyon érdekes képet mutató elszáradt virágmaradványát. A pályázat során a növényvilág helyreállítása mintegy 30 hektáron sikerrel járt. Az inváziós fajokat visszaszorították, méghozzá az élővíz közelsége miatt vegyszerhasználat nélkül, és honos facsemetéket ültettek a szakemberek.